Magyarország szabadkai főkonzulátusa továbbra is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kihelyezett konzuli fogadónapokkal segítsen azoknak, akik az állampolgársági kérelmet csak nagy nehézségekkel tudnák átadni Szabadkán vagy Belgrádban. A kérelmezők között volt Putyora Erzsébet is, akinek gyerekei külföldön élnek. Szeretnék hozzájuk kijutni. Ezzel a magyar állampolgár, magyar útlevéllel, vagy magyar igazolvánnyal, és így, hát ezokból idáig nem bírtam, azért már nem volt rávalóm. Ezúttal is voltak olyanok, akiknek a magyar nyelvtudása még nem elégséges a magyar állampolgárság kérelmezéséhez. Abban az esetben, hogyha valakinek nagyon hiányos a nyelvtudása, vagy szinte nulláról indul a magyar nyelvtanulás vonatkozásában, azt javasoljuk, hogy egy éves intenzív nyelvtanulást követően érdemes neki megpróbálni a kérelem benyújtását. Magyarország szabadkai főkonzulátusa kihelyezett fogadónapok alkalmával az igényelt útleveleket is kézbesíti. Mozsián Kovács Gábor konzul ez alkalommal 19 útlevelet adott át. Nagy segítsége nyújt a szabadkai főkonzulát. Tus nekünk, mert sok úti költségbe került. Nem csak Múzsjáról és Nagybecskerekről érkeznek kérelmezők, Erzsébet lakról, Szent Mihályról és Lukácsfalváról is. A Nagybecskereki CMH iroda szervezésében ez a 14. alkalom, hogy megszerveztük a kihelyezett konzuli napot. A 14-ből ez a 4. alkalom, hogy Muzsján szerveztük meg. A mai napon 169-en adják át kérelmüket, honosítási kérelmüket itt Muzsján, és mondhatom azt, hogy nem csökken az érdeklődést. A következő konzuli fogadónapot Nagybecskereken tartják meg a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület székházában május végén vagy június elején. Az érdekeltek a Nagybecskereki CMH irodában kérhetnek segítséget a szükséges dokumentumok begyűjtésében.